Isten hozott benneteket a virtuális mérték alkalman. Énekeljük el az elején a legbátrabb fohász kezdetű éneket. Amikor írtam ezt az éneket, akkor nem is gondoltam arra, hogy milyen mély aktualitása van. A két egy pókhálója szőnte be van lakom, nem láthatom, hogy mi vár, mire lesz alkalom. Biztos vagyok, vagy mégsem, feszít a félelem. Igaz, amit én hiszek, vagy csak a képzelem. Hiszen Uram, hiszen Uram, hiszek kegyelmedben. Hiszen Uram, hiszen Uram, légy segítségül hitetlenségemben. Félelmeim kötel, lepi be utamat, a túlsó partot nézném, nem jön a pillanat. Olyan homályos minden, a hídra lépek én, nem láthatom akkora, de tudom, hogy van remény, hiszen a bűnök imbobánya szippant be engemet, szárnyalni akartam én, de inkább süllyedek. A bocsár húz a mélybe, kiemel felém már, a szívem vágyakozva még megvált Ura vár. Hiszen Uram, segítségül hitetlenségemben. Megtorpanok, ha látom, mennyi haszontalan ül az emberi szíven, és ezért nyugtalan. Mégis tovább kell lépni, ki fogja meg kezem, felét fordulok hittel, és múlik a félelem. Ez a mai alkalmunk is, mint minden esténk, minden péntek esténk legyen az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Imádkozzunk. Urunk, nem vagyunk együtt, de mégis együtt vagyunk. Nem látjuk egymást, de egymásra gondolunk imádságban. Hordozd közösségünket, hordozd gyülekezetünket, hordozd népedet, hordozd népünket, hordozd az egész világot gyógyító szereteteddel. Amen. Mint minden alkalommal most is a Bibliaolvasó útmutató igéjét olvasom föl, a 27. Zsoltár 5. versében így vallott a zsoltáros. Megóv engem az Úr sátrában, a veszedelem napján, elrejt sátra mélyén. Sátor. Amikor ezt a szót halljuk, akkor mi elsősorban egy kényelmes kemping sátorra gondolunk. Milyen jó elmenni sátorozni nyáron. Olyan könnyű fölverni ezeket az új modern sátrakat, és bennük biztonságot találunk.
ha fúj a szél, megvéd bennünket a sátor, ha esik az eső, vízhatlan a sátor, hogyha fázunk, akkor összemaszkolunk benne, és megmelegítjük egymást, mert jó egy sátorba elrejtőzni. De azt is tudjuk, hogy akkor, amikor a Zsoltáros ezeket a szavakat kimondta, hogy elrejt engem sátrában az Úr, akkor még nem egy ilyen modern iglura, nem egy modern kemping sátorra gondolt, amiben minden belefér, szinte egy kis lakásként használható, hanem ennél sokkal fontosabb helyre, a szövetség sátrára. Arra a sátorra, amelyet Izrael népe a vándorlás során építhetett Isten parancsára, és amely valójában elrejtette az Istent, amely számára, mármint a nép számára, azt jelentette, itt van Isten köztünk. És akkor, amikor a Zsoltáros azt vallja, hogy Isten elrejt engem a sátrában, akkor valójában azt mondja, hogy a szeretetébe, a kegyelmébe, a jelenlétébe rejt el bennünket, biztonságunk lehet ő vele, biztonságunk lehet általa, biztonságunk lehet az ő közösségében. Az ő szövetsége biztonságot jelent nekünk. János evangélista első fejezetében ezt olvassuk, az evangélium első fejezete így van, hogy az ige testé lett és lakozott közöttünk. És ott is egy olyan szó szerepel, egy olyan görög szó szerepel, amelyet nyugodtan fordíthatnánk így, hogy sátorozott közöttünk. Mert Jézusban az Isten letelepedett itt közöttünk. Közöttünk van, és ez lehet a mi reményünk. Lehet, hogy jönnek viharok, de mi Jézus szeretetében biztonságban lehetünk. Lehet, hogy jönnek vacogtató időszakok, amikor megremeg a szívünk a hidegtől, de valójában Krisztus szeretetében mi mindig biztonságban vagyunk. Ezért legyen imádságunk, és ezért legyen hitvallásunk az mindannyiunk számára, hogy mi, aki Krisztust ismerjük, szeretjük, aki közénk jött, közöttünk sátorozott, valójában benne találhatunk biztonságot. Őrizzen meg benneteket, minket mindannyiunkat, a mindenható Isten, az Atya, Fiú, Szentlélek. Mondjuk most el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrize meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. És most folytassuk a mérték alkalmát kis csoportokban, egészen kis csoportokban, otthon a családi körben. Szeressétek egymást, beszélgessetek sokat Isten szeretetéről, olvassátok együtt a Szentírást, és hogyha valami kérdésetek van, akkor írjátok meg, üzenjétek meg nekem. Tartsuk egymással a kapcsolatot. Mert az Isten szeretet, és aki az ő szeretetében marad, Istenben marad, áldjon meg titeket a mindenható Isten. Amen.